Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime and Japan Critics. Majd ásunkban ismételte egy eléggé érdekes, illetve kissé borzongató történetet szeretnék bemutatni, ami nem más lenne, mint a Grimm Kumikyoku, mely műfeltekintve a horror, thriller, illetve az akció kategóriákba tartozik, és legelőször Megumi Kōji tollából jelent meg 2024. április 17-én, amikor is kijött az egykötetnyi manga. Ám vele egy időben, szintén 2024. április 17-én, hat rész formájában az anime is megjelent, a forgatókönyvíró Yokote Michiko, valamint a rendezők Kanamori Yoko, Akamatsu Yasuhiro, Hashiguchi Junichiro, Kamamura Yumi, Takeuchi Masato és Nakazawa Shintaro révén. Történetünk a Grimm meséken alapszik, amelyekből jó párat egy más perspektívában akár sci-fi, akár western, vagy akár thriller formájában kapunk meg egy teljesen más értelmezésben. Így fordulhat elő, hogy a brémai muzsikosokat nem állatok, hanem párbajhősök alkotják, s nem egyszer a sanyargatott lányok sem azok, akiknek elsőnek tűnnek. Ezáltal minden történetnek megismerhetjük egy borzongató valóját, amely akár csontig átitathatja az érzékeinket. Összességében egy jó képi és hangvilágú történet együttest kaptunk, amely számos fordulatot, drámai, thriller, horror, de akár érdekes akciójelenetet is tartalmazott. Habár minden történetnek megvoltak a saját erényei, de nem mindegyik volt képes magával ragadni a nézőt, így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Grimm Kumikyoku számomra egy 10/6-os alkotás lenne. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!